Az anyateljes táplálás világnapját ünnepelték az Ómék olvasóban. Nekézseny nevezetességeit viszik vászonra az Ózdi Képzőművészeti Egyesület tagjai. Augusztus 20-a az államalapítás és Szent István király ünnepe. Ózdi Krónika. A stúdióban Tóth Alexandra. A város aktuális hírei következnek az Ózdi Városi Televízióban, YouTube csatornánkon és Facebook oldalunkon. Jó estét kívánok! Az anyateljes táplálás világnapját 1992 óta ünneplik világszerte, melyhez Magyarország 1993-ban csatlakozott. Ennek apropóján az Ómék olvasó Adorjál Lajos termében is megemlékeztek az alkalomról, hiszen a városban is fontosnak tartják felhívni a figyelmet az anyateljes táplálás fontosságára, illetve annak számos pozitív hozadékára. Gyermekzsiva és játszósarok fogadta a látogatókat délelőtt az Ómék olvasó Adorjál Lajos termében. Az elsősorban kisgyermekes szülőknek szánt programsorozaton az apróságok szórakozási lehetőségein kívül érdekes témájú előadásokkal és hasznos tanácsadásokkal várták a szervezők az érdeklődőket. A védőnői munkánk során a legfontosabb az, hogy egészséges gyermek nevelkedjen a családban. Minden nap jelen vagyunk a család életében, a gyermekeket nevelő családoknál, a várandósoknál. Az anyateljes táplálás és a szoptatás egyik legfontosabb feladatunk, kitűztük, hiszen ez a legjobb a gyermekfejlődése érdekében. Minden évben a szoptatási világhét keretében immár hagyomány, hogy Ózdon rendezünk anyateljes világnapi rendezvényt, melyre szeretettel várjuk a szoptatós anyukákat, a várandósokat. A rendezvényt Tóth Nékocska Orsolya és Tóth Hanna Dóra, az Ómi Zenész Színház két tagjának dalválogatása nyitotta meg. Ezt követően Bertáné Várnai Ilona, városi kollegális védőnői mentor köszöntötte a vendégeket, majd Janicsak Dávid, városunk polgármestere is szólt néhány szót a közönséghez. Nagy büszkeséggel tört el, hogy itt lehetek, és együtt ünnepelhetjük az anyateljes táplálás fontosságát, és külön nagy örömmel tört el, hogy a védőnői szolgálat minden évben megrendezi ezt az eseményt, sosem felejti el, és közösen népszerűsíthetjük a médiában is, és így személyesen is, és a személyes kapcsolatokon keresztül is ennek a fontosságát. A beszédek után több szakember érdekes előadását hallgathatták meg az érdeklődők. Így például Horváth Fanni kórházi védőnő a szoptatás gyakorlati és elméleti kérdéseiről tartott prezentációt, Szabó Zsófi jó anya, rossz anya kérdéskörét feszegette, de személyes tapasztalatait adta át Kovácsné Hrabovszki Noémi, mint édesanya, valamint Katona Tibor, mint édesapa is, akit a három gyermekük közül egyikük el is kísért a programra. Az anyukám Ózdon dolgozott, és az apukám pedig fel fog lépni. A programot tovább színesítette a Dance Square táncegyüttes latin tánc bemutatója. De a fellépők között volt olyan is, aki kétszeres édesanyaként nem csak mint szereplő, hanem mint érdeklődő érkezett a rendezvényre. Úgy gondolom, hogy nagyon jól összeszedték ezeket a programokat, hiszen azért az anyaságnak elég sok aspektusát felöleli az, amit itt megtalálhat az érdeklődő és a résztvevő, és úgy gondolom, hogy még annak ellenére is, hogy már ezen a kisbabás időszakon most túl vagyok, lesznek itt olyan érdekes előadások, vagy érdekes úgymond workshopok, amik adhatnak egy pluszt. Az előadások ideje alatt olyan hasznos bemutatókkal és tanácsadásokkal is készültek a szervezők, mint például babahordozás vagy babamasszázs. De képviseltette magát a Magyar Vöröskereszt Észak-Borsod területi szervezete, valamint szűrővizsgálatokkal kitelepült az EFI is. A legkisebbek számára pedig egy külön pihenőszoba is kialakításra került, ami pelenkázó és szoptatóhelyiségként funkcionált. A programról részletes összefoglalót és érdekességeket Kaleidoszkóp című kulturális magazinunkban láthatnak majd nézőink.
Újabb ózdi rablás gyanúsítottját tartóztatta le a Miskolci járásbíróság. Ezúttal annak a nőnek a kezén kattant a bilincs, aki pénzért támadott meg egy idős embert az otthonában. Az elkövető július 25-én a délutáni órákban azzal a szándékkal ment az Ózdon élő idős ember Árpád vezérúti lakásába, hogy pénzt kérjen tőle. Amikor a férfi nemleges választ adott, a terhelt nagy erővel földre lökte, ráült a hanyatt fekvő sértetre, és kivette a nadrág zsebében lévő pénztárcáját, majd azzal és a benne lévő 18 ezer forint készpénzzel távozott a helyszínről. A gyanúsítottat az ózdi rendőrök rövid időn belül elfogták, így az okozott kár megtérült. A gyanúsított cselekménye bizonyítottság esetén alkalmas lehet rablás büntette minősített esetének megállapítására. A bűncselekmény 5 évtől 10 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető, a büntetési tétel nagyságára tekintettel a járásbíróság álláspontja szerint megalapozottan feltehető, hogy a gyanúsított elérhetetlenné válna, megszökne, elrejtőzne. Esetében nem zárható ki a bizonyítás megnehezítésének, meghiúsításának, veszélyeztetésének lehetősége sem. Mindezekre figyelemmel a bíróság egy hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását. A végzés nem végleges. Sokat rontottak magyarból, matekból és töriből, de remekeltek angolból és németből az érettségiző diákok. A 2024-es vizsgán összesen 111.718 fő vett részt. Az oktatási hivatal közzétette a tavaszi érettségi eredményeit. A teljes átlag 3,81 század, ami némileg elmarad a tavalyi 3,83 század százalékostól. Átlagosan elmondható, hogy bizonyos tantárgyakból az elért átlag jóval alacsonyabb lett, mint az elmúlt 5 évben bármikor. A fő tárgyak közül magyarból, matematikából és történelemből rontottak a diákok. Az átlagot az angol és német nyelvben tette meg, ugyanis ezekből a tárgyakból 2023-hoz képest akár 14-15 százalékot is javítottak a vizsgázók. A táblázat jól mutatja, hogyan változtak az eredmények 2020 óta. A drasztikus romlás oka az is lehet, hogy idén változott meg a magyar érettségi, ami megnehezítette a végzősök dolgát. Nekézseny nevezetességeit festik meg az Ózdi Képzőművészeti Egyesület tagjai. Táboruk helyszínéül a Hegyháti falut választották. Az egyhetes aktív alkotással eltöltött időszakban több képen is szeretnék visszaadni a település fontosabb állomásait. A táborra közel 20-an jelentkeztek. Teljesen váratlanul olyan dolgok jönnek elő, ami már készett arra, hogy mi legyen belőle. Tehát ezt nem lehet előre eldönteni. Festőkaland alkotói hangulatban, ez is lehetne a mottója annak a tábornak, melyet az Ózdi Képzőművészeti Egyesület szervezett augusztus első hetére Turiné Orosz Margit vezetésével. Már hagyománynak számít, hogy a közeli települések nevezetességeit vászonra viszik a tagok. Most az erdőkkel körülölelt Nekézsenyben vertek tanyát. Weber Zsóka is az Egyesület oszlopos tagja már több éve. Minden évben a legfőbb célunk az Egyesülettel annak a helynek az örökségvédelme, ahol éppen vagyunk. Nekézseny egy varázslatos kis falu, vannak kis apró kincsek, amiket megtekintettünk, bejártuk, megnéztük, művészeti szempontból értékeltük, de mégis a természeti környezet a legfontosabb, amit minden egyes festőtársam más technikával másképp fog képre vinni. Az alkotók a már megszokott tematika szerint kezdik el a helyi látványosságok megfestését. Volt, akinek az volt az első lépés, hogy a kiválasztott témáról fotókat készített, majd vázlatot rajzolt. Demes Ferenc is örömmel vesz részt a táborban, hiszen, mint mondta, a falusi élet szépségeibe is bepillanthatnak ez alatt az egy hét alatt. A festők alkotásaikkal hálálják meg a település vendégszeretetét. Megmutatjuk az itt élő embereknek, hogy milyen szép a településük. A mi szemünkkel látva, mi az érték, mi a szép, és ezt vászonra víve sokkal nagyobb élmény látni az ő településüket vásznon, mint minden nap, amikor elmegyünk mellett a templom mellett. Mi örömmel jövünk mindenhova, örömmel alkotunk, és nagyon jó dolog az, hogy a környék településen, már nagyon sok településen kaptunk lehetőséget, hogy megörökítsük ezt a gyönyörű tájat, ahol Észak-Magyarországon mi élünk és lakunk, és én szeretek itt élni, és a többiek is ugyanezt vallják.
Tervei között szerepel, hogy az egy hét alatt mindenki megfest több képet. A technika, a téma nincs megkötve, bárki bármit vászonra vihet. A tét mégis nagy, hiszen az augusztus 20-i ünnep egyik kísérő rendezvénye lesz az a kiállítás, melynek anyaga az Ózdi Képzőművészeti Egyesület Nekézsenyi táborában kerül ecsetvégre. A Bombón együttes, a The Living Force, Verép Tamás, Babus Laci és barátai csak néhány név az augusztus 20-ai kulturális programsorozat fellépői közül. Már elkészült az ünnepi plakát, ahol olvasható az aznapi programsorozat, amely fél egytől kezdődik. Az ifjúsági park színpadára lépnek a helyi tehetségek, majd a kenyérszentelést követően a sztár vendégeké lesz a főszerep. A városi ünnepség este 9 órakor tűzi játékkal ér véget. Magyarországon augusztus 20. napja az államalapítás és államalapító Szent István király emlékének nemzeti ünnepe. A hagyományoknak megfelelően az ünnep elmaradhatatlan része Magyarország lobogójának felvonása, ám ezen kívül változatos programot kínálnak az ország számos településén. Ózdon több évtizede annak, hogy együtt ünnepel a város. Hagyományos helyszínnek számít az ifjúsági park, ahol fél egytől kezdődik az ünnepi kulturális programsorozat. Az UMIK feladata az olvasóban, a múzeumban és a civilházban való programszervezésen túl a városi rendezvények előkészítése, megrendezése is. Ezt egy rendezvénykeretből tudjuk finanszírozni, amit minden évben megszavaz nekünk a képviselőtestület, és ki tudjuk egészíteni azokkal a pályázati bevételekkel, amit sikeres működésünknek köszönhetünk. A programok előkészítésénél mindig figyelünk arra, hogy legyenek jelen a színpadon országos sztárvendégek, és be tudjuk mutatni a helyi csoportok értékeit is, és hogy ezek a programok a kicsiktől az idős korosztályig mindenki számára kedvezőek legyenek. A kulturális műsorok mellett számos szórakoztató kísérő programmal is készülnek a szervezők. Igyekeznek minden évben újdonságokkal megörvendeztetni az ifjúsági parkba ellátogató vendégeket. Az idei augusztus 20-ai programokat számos kiegészítő kísérő program teszi még színesebbé. Találkozhatnak a kilátogatók egy Happycopter elnevezésű helikopter szimulátorral is, ami abszolút érdekesség lesz a korábbi évekhez képest, illetve lesz amatőr csillagászati bemutató, a helyi Ózdi Képzőművészeti Egyesületnek Artplac kiállítása, jelen lesz még az Ózdi Muzeális Gyűjtemény egy kiállítással, a Lamvölgyi Kutyás Iskola, akik egy kutya bemutatóval fogják színesíteni a programot, és természetesen ezek mellett igyekeztünk minél színesebb színpadi programokkal várni az ózdiakat. A színes és látványos programokkal megtűzdelt városi ünnepség este 9 órakor tűzijátékkal ér véget. Gyerekjóga és álomfogó készítés. Közel 50 kisgyerek vett részt a Van helyed a Közös Jövőnkért Alapítvány mai rendhagyó programján. Két budaörsi vendégelőadó érkezett a kicsikhez. Román Judit építész és jógaoktató egy különleges foglalkozással készült. Játékos formában kalauzolta a gyerekeket a meditáció, képzelet és jóga világába. A csapatot két részre bontották, párhuzamosan zajlottak az események. Míg a kisebbek bent voltak, addig a nagyobb gyerekek az udvaron kidobóztak. Gerzsényi Judit beszélt az álomfogó jelentéséről, bemutatta az elkészítéshez szükséges tollakat, fonalakat és gyöngyöket. A két önkéntes, a 20-40 budaörsi fiatalépítészek egyesület tagjai már nem először járnak Ózdon. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az önkénteskedést, és hogy itt az ózdi gyerekek is megtudják, hogy a világnak világban milyen lehetőségek vannak, és milyen érdekes, sokszínű dolgokat lehet csinálni, és ezért gondoltuk, hogy többféle ilyen érdekes foglalkozást hozunk nekik ide Ózdra. Híradónk végén nézzük újra a legfontosabbakat, még egyszer röviden. Az anyateljes táplálás világnapját ünnepelték ma az UMIK olvasó Adorján Lajos termében. A délelőtt folyamán számos érdekes és hasznos előadás várta az érdeklődőket. Újabb ózdi rablás gyanúsítottját tartóztatta le a Miskolci járásbíróság. Ezúttal annak a nőnek a kezén kattant a bilincs, aki pénzért támadott meg egy idős férfit otthonában.
Nekézseny nevezetességeit festik meg az Ózdi Képzőművészeti Egyesület tagjai. Táboruk helyszínéül a Hegyháti falut választották. A Bombon együttes, a The Living Force, Veréb Tamás, Babus Laci és barátai. Többek között ők lesznek az augusztus 20-ai kulturális programsorozat fellépői. Végül néhány szóban a szombaton várható időjárásról. Holnap hideg front lesz, sok helyen számíthatunk hever záporra, zivatarra. Az erős északnyugati szél viharossá fokozódhat, a hőmérséklet 13 és 24 fok között alakul. Ma is több helyszínre látogattunk el kameráinkkal, hogy elhozzuk Önöknek a legfontosabb és legfrissebb híreket. A mai krónikát az esti műsor után és a szokott időpontokban is újra nézhetik. Híradónk után a Szomszédvár című turisztikai magazint láthatják. Friss hírekkel legközelebb holnap jelentkezünk. Legyen szép estéjük és hétvégéjük, viszontlátásra!